történeti kiállítás nyílt Tolnán. A tárlat különlegességét többek között az adja, hogy a helyi könyvtár ajándékba kapott Martinek üvegnegatívjai kerültek fel a falra. A 30-as évek Tolnáját mutatja, illetve hát nem csak Tolnát, több szempontból is válogattunk, ugyanis a legtöbbje az azért portréfotó, tehát egy festőművész tanulmány fotói voltak, ezeket természetesen nem állítottunk ki. Voltak családi fotó, ilyen csoportképek, azokat sem állítottuk ki. Próbáltuk azokat megkeresni, ami Tolna a hely történetéhez adhat útmutatást és a múltat idézi fel. Látszik is a képeken, sajnos egyik másik elmosódott, rongált, direkt hagytuk benne ezeket a képeket a kiállításba, hogy lássák, hogy hát sajnos nem minden kép marad meg olyan jó állapotban, de mivel nagyon értékes dolgot hordoz és képvisel, ezért bent hagytuk. Szerintem sokkal nyüzsgőbb, mint ma. Sok minden volt akkor Tolnán. Igyekezett Tolna, én úgy vélem, talpon maradni és bizonyítani, hogy ő bizony város, még attól, hogy községnek nevezik, és az építkezések, a fejlődés, és nagyon sok minden. Duna, egyházi élet, sok minden szerepel ezeken a fotókon. Martinek József festőművész volt Tolnán, nem itt született, de itt telepedett meg, hála jó Istennek, és emellett tanár volt a katolikus iskolában. Természetesen megörökítette az új katolikus iskola születését, tehát az előző épület bontásától kezdve az új katolikus iskola építéséig végig. Erről több fotót is láthatnak az érdeklődők a kiállításon. Egy fővárosi úriember telefonált egyszer csak nekünk, Pál Gábornak hívták, és nem vagyunk eléggé hálásak, nem tudunk eléggé hálásak lenni neki, hogy annak ellenére, hogy ő üzletember, és ő ezt üzleti célból vásárolta ezeket a negatívokat, és mivel látta, hogy számára ezek értéktelenek, nem kidobta őket, hanem képes volt minket felhívni, és felajánlani a könyvtár számára a negatívokat, sőt, nem csak ennyit tett az úriember, hanem saját maga lehozta ezeket a negatívokat számunkra, és itt tette le a Tolnai Városi Könyvtárban. A kiállítást június 17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.